felkérést kaptam, hogy a Zsolozsmáról beszélgessünk. Őszintén megmondom, hogy nagyon örültem neki, hiszen az egyház legősibb imádságáról van szó. Mert az eukarisztikus összejövetelek és a szentmise, hogy mai szóval nevezzük, emellett a másik ős eredeti közös imádsága a keresztényeknek éppen a Zsolozsma volt. Miért is? Hát ha felütjük az apostolok cselekedeteinek a könyvét, meg az Új Szövetség többi írásait, ott találunk utalást arra, hogy például a jeruzsálemi közösség tagjai a jeruzsálemi templomban a többiekkel együtt imádkozták, énekelték a zsoltárokat és a himnuszokat. Tehát a jeruzsálemi templom zsoltár imádkozási szokása az benne volt az első keresztényeknek is még az életritmusában. Ez meghatározott órákban történt, hiszen közösségi istentiszteletnek számított. Na most később a keresztények önállóan is összejöttek azért, hogy imádkozzák ezeket a zsoltárokat, de ehhez már keresztény énekek, keresztény szellemben fogalmazott szövegek is járultak. Ennek a őskeresztény iratokban megvannak a bizonyítékai, tehát egy folyamatos szokásról van szó, ami mind máig él az egyházban. Milyen formákban élt ez? Hát élt főleg helyi, regionális rendszerekben. Arra gondolok, hogy mindenképpen a zsoltárok alkották a gerincét ennek a közös imádságnak, de voltak benne más bibliai szövegek is. Ma azt mondjuk, hogy kantikumok, énekek, amelyeket Ószövetségből vagy az Új Szövetségből választottak. Voltak himnuszok, amelyek például a középkorban a legszebb latin költői alkotások, és amelyeket aztán lefordítottak a népnyelvekre is. Most ezeknek az imádságoknak napi rendje volt, meghatározott órákban végezték őket. Ez is az Ószövetségre megy vissza. Sőt, a Zsoltárok könyvében van egy hely, ahol azt mondja a szerző, hogy napjában 7-szer dicsérem az Urat. Ehhez képest mind máig a latin zsolozsmás könyvnek a rendszerében 7 imaóra van. Az első, a olvasmányos imaóra, mai neveket mondom, régen ezt matutinumnak hívták, a reggeli hajnali imaóra, vagy éjszakai imaóra. Következett a reggeli dicséret, a laudes matutini, a laudes. Azután következik a 3 napközi imaóra, a tercia, a sexta és a nona, latinul, a 3., 6. és 9. órában a római számítás szerint akkor imádkozták. Ezután következett az esti imaóra, a vesperás, majd a végén a záró imádságként a kompletórium. Na most ez így 7. Jelenleg a 7-ből 5-öt kell elmondani, mert a 3 napközi imaórából vagy kishórából 1 a kötelező. De persze, ahogyan régen, ma is vannak szerzetes közösségek, akik az egész nap ritmusát ezzel szentelik meg. Tehát a meghatározott órákban közösen mondják vagy éneklik mindegyiket. Na most, mi ezeknek az imaóráknak a szerkezete? Tehát általában egy himnusszal kezdődnek, a mai rendet mondom, utána jönnek a zsoltárok, de a zsoltárokat bevezeti egy antifóna. Az antifóna ez egy rövid fohász ének, attól függ, hogy szóban vagy dallammal együtt adják elő. Ennek az antifónának a szerepe az, hogy az egész zsoltárnak vagy zsoltár résznek a lelkületébe bevezeti az imádkozót. Na most ezután a mai katolikus zsolozsmás könyvekben a zsoltárok előtt van egy döldbetűs rész, ami általában egyetlen mondat szokott lenni. Ez egy újszövetségi idézet. Például, nem tudom én, a 83. zsoltár előtt az van, nincs itt maradandó hazánk, hanem jövendő hazánkat keressük. Ez a zsidó levél 13. fejezetének 14. verse. Ezután következik, mi kedves a te hajlékod, seregek ura, nyilván a jeruzsálemi templomról szól a zsoltár, de már az új Jeruzsálem, de már a mennyország értelmében imádkozza a keresztény hívő.
És máskor is gyakori az, hogy ez az egy sor, ez Krisztus fényébe állítja az ószövetségi zsoltárszöveget, általában messiási jelentést tulajdonít neki. Tehát így imádkozunk mi keresztények a zsoltárokat. Vannak persze az újszövetségi énekek, kantikumok is, amelyek előtt nincs ilyen dőlbetűs idézet, mert azokat nem kell beállítani az újszövetség összefüggésébe, hiszen már onnan vettük őket. Zsoltározás végén vannak még imaórának megfelelően esetleg további rövid szentírási részek, pohászok, utána következik a Laudesnél és a Vesperásnál ugye a két bibliai ének, a Benediktus és a Magnifikát, reggel a Benediktus, a Zakariásnak a hálaéneke, este a Magnifikát, a Szűzanyának a hálaéneke, ezeknek is van antifónája. A kettő után még az egyház könyörgései következnek, majd egy záró könyörgés, ami aztán az imaórát befejezi. Ennek a zsoltár rendszernek és a közös imádságnak, amelyet így végeztek, nagyon hamar megjelentek a egy vagy több kötetbe foglalt kiadásai. Tehát már a nyomtatás kezdete előtt hatalmas nagy könyvekbe írták le ezeket, azért olyan nagy könyvekbe, mert a templomok kórusán közösen körbeállták, és úgy énekelték őket. Sokszor a dallam is jelölve van a mai kotta írásnál régebbi módszerek szerint. Na most, amikor azonban már a magánimádságra tevődött inkább a hangsúly, akkor bizony megjelentek kisebb kötetben a breviáriumok. Ezek eleinte egyházmegyei szokások szerint készültek. Itt van például a kezemben egy olyan zsolozsmás könyv, amelyet 1524-ben Velencében nyomtattak, Péter Liechtenstein volt a nyomdász, ugye a korai nyomtatványokat gyakran Európa szerte még németek nyomtatták, hiszen onnan indult el az európai könyvnyomtatás, de a megrendelő, a kereskedő is itt van, az pedig egy budai könyvkereskedő volt, Prisvic Mihály. Az ő rendelésére készült, a címe Breviarium Secundum Usum Almi Ecclesiae Trigoniensis, vagyis az esztergomi egyház szokása szerinti breviárium. És ebbe az egy kötetbe benne volt az egész. Tehát minden imaóra, minden olvasmánya, minden zsoltára, még szép kis fametszetes iniciálék is voltak benne. Na most ezt a régi szép könyvet azért lehetett egyetlen kötetbe fogni, mert az összes olyan kantikumokat és zsoltárokat, ami több napon előfordult, mind utalással oldja meg. Tehát aki ebből akarta imádkozni minden nap a zsolozsmát, annak állandóan forgatni és keresgélni kellett. De papírt takarítottak meg. És a régi világban az anyag az egyik legnagyobb érték volt. Később a Trentói zsinat egységesítette a breviáriumot, vagyis a zsolozsmás könyvet, és a breviárium románum a világegyházban elterjedt. Magyarországon is a helyi zsolozsmás könyveknek a helyébe lépett. Dei céli comorabitur, dicet domino susceptor meus estu, et refugium meum deus meus sperabo in eum. Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium, et a verbo aspero. Ennek az új és új kiadásai minimális változtatásokkal egészen a II. Vatikáni zsinatig, sőt helyenként még egy kicsit tovább is használatban voltak. Ugye a zsinat után kiadták a liturgia horárumot, ez abban különbözik a régi breviárium románumtól, hogy hát először is más a címe, ugye? Aztán abban, hogy 4 hetes ciklusokra osztotta a zsoltárokat, hogy nem minden héten ugyanazokat a zsoltárokat kelljen mondani, hanem legyen ebben egy változatosság. Természetesen időről időre új meg új szenteknek a saját könyörgéseit, zsalozsmáját is hozzáfűzték a szöveghöz, ezek hátul vannak mindig a kötet végén. Ezt a liturgia horárumot azonban nem mindenütt fordították le nagyon hamar. Sőt, még a latin
kiadásából se jutott mindenhova eleinte, például Magyarországra sem, mert külföldről könyvet behozni, nyugatról könyvet behozni nem lehetett korlátlanul. Pénzért rendelni meg egyáltalán nem lehetett, mert a forint nem volt konvertibilis. Gyakorlatilag, amikor engem diákonussá szenteltek, és először vállaltam azt a kötelezettséget, hogy elmondom a zsolozsmát, 1974-ben, akkor nem volt még zsolozsmás könyvünk, még latin sem, hanem a Szent István társulatnál akkor jelent meg a magyar teljes Biblia. És akkor elmondták nekünk, hogy melyik imaórán, a hétnek melyik napján, a hétköznapokat, meg a vasárnapokat, nem az ünnepeket mondták, mely zsoltárok vagy szentírási szakaszok szerepelnek a liturgia hórárunkban. És akkor azt egy kártyára fölírtuk, beletettük a Szent István társulati Bibliába, és aszerint olvastuk és imádkoztuk. De ez hamar elmúlt, papszentelés alkalmával, vagy nem sokkal utána kaptunk 4 kötetes latin római breviáriumot. Hát akkor már azt, hogy a liturgia hórárum néven, tehát az új liturgia szerint. De aki nem kapott, idősebb papok, azok hosszú éveken át még a régiből mondták a zsolozsmát, ez meg volt engedve. Aztán később megjelent, igaz, azt is még Olaszországban nyomtatták, a liturgia hórárumnak a magyar fordítása. Na, ez aztán elterjedt, ennek egy javított kiadása van itt a kezemben, ez ma az aktuális, amit lehet kapni. Úgyhogy világi hívők is bármikor megvásárolhatják, és nincs akadálya a közösségi teljes zsolozsma elimádkozásának sem. Na, azt hiszem, hogy az egy nagy élmény, amikor a közösség imádkozza, vagy akár énekli a zsolozsmát. És akik a szemináriumban ezt megtanulták, akik megszokták, hogy így adják elő, vagy így éneklik el, azok később is egy vágyat éreznek, hogy énekelve mondhassák. Úgyhogy ismerek olyan papot, aki egyedül is énekelve imádkozza a zsolozsmát például. Mások pedig azt szeretik, és igazuk van, hogy templomban vagy kápolnában, tehát az oltári szentség jelenlétében végzik ezt az imádságot. Ez nem kötelező, de biztos, hogy nagyon szép szokás. Ma az egyház ajánlja egyébként papoknak és híveknek is, hogy a templomban közösségileg végezzék legalább némelyik imaórát. Ugye régen is a laudes, és főleg a délutáni imaóra, a vesperás, az részét alkotta még a plébániai ima életnek is. Magyarországon ezt vecsernyének hívták, a délutáni imaórát, egy szép szláv szóval. Miért? Azért, mert délután már nem volt szabad misét tartani. Tehát a régi liturgia szerint ugye meg volt, hogy délig, egy óráig lehetett misét kezdeni, utána már zsolozsmát kellett tartani, ha akartak közös istentiszteletet. Tehát éppen ezért sok helyen megmaradt az, hogy valamit imádkozzanak közösen délután. Ez azonban a 20. századra legtöbbször már nem a zsolozsma volt, hanem valamilyen litánia. És elkezdték a litániát is, a délutáni esti litániát vecsernyének nevezni. Ez jelenleg is szép, jelenleg is lehet, októberben, májusban különös szeretettel végezzük, de van, ahol még júniusban is Jézus szíve litániát végeznek. Viszont ez a közös zsolozsmázás olyan templomokban, ahol nem tudnak minden nap szentmisét mondani. Tehát oldalagosan ellátott helyen, filiális templomokban, ahová az atya nem jut el minden hétköznap, bizony meg lehet azt tenni, hogy abban az órában, amikor egyébként a hétköznapi szentmise szokott lenni, néhány hívő közösen imádkozza a zsolozsmát, és utána, akinek erre felhatalmazása van, az megáldoztathatja a jelenlévőket. Tehát a napi áldozóknak egy nagyszerű közösségi ima alkalmat és szentáldozási lehetőséget jelent. Úgyhogy azt hiszem, hogy ma a zsolozsma ugyanolyan aktuális, mint az egyház történetében régen volt.